Sziasztok! A mai videóban a Julia's Place Zulu palettájával fogunk játszani. Készítek nektek két sminket is ebben az egy videóban, mind a kettőt csak ennek a palettának a felhasználásával, és kikenem természetesen a kezemre, és nézzünk swatchot is. De mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót kérlek, mert ez nekem nagy segítség. Köszönöm szépen! Na hát először is annyit azért elmondanék, hogy ez a Zulu paletta ugye nem új kiadás, ez már egy pár éve a piacon van, még mindig kapható, és bevallom, hogy én sem akkor vettem meg, amikor megjelent, később szerettem bele. Attól függetlenül, hogy valami nem hiper-szuper új kiadás, de még kapható, gondolom érdekel titeket, nem? Tehát az az igazság, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor használom, bár nem látszik rajta, mert annyira nagyon jó az állaga is, hogy nagyon kevés kell belőle, nem szóródik világba, nem is tisztakoz az egész, pedig a smink suliban is nyúzzuk, tehát én ehhez tényleg nagyon sokszor nyúlok, akkor is, ha nem látszik. De valahogy nem csináltam róla önálló videót, nem is értem miért, úgyhogy most mindenképpen szeretnék, és azért egyből egy olyat rendhagyó módon, hogy két különböző sminket fogok a két szememre, felemásul fogok kinézni, de nem baj, néztem már ki rosszabbul is. Szóval azért is szeretnék mindenképpen két sminket csinálni, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben a palettában összesen 9 szín van. Ez nem tűnik soknak, viszont hiper, szuper, nagyon jól összeállított színkombináció, és nagyon sokféle sminkre kihasználható, és az az igazság, hogy én azt vettem észre magamon is, meg úgy másokon is, hogy hiába veszel meg egy ekkora palettát, amiben van 50 szín, vagy 30, vagy 28, vagy teljesen mindegy, tegye fel a kezét az, aki mind az 50-et, 30-at, 28-at ki szokta használni. Mert nekem egy olyan nagy palettám sincs. Én egyre jobban szeretem azokat, amik kicsik, kevés szín tartalmaznak, viszont azok ténylegesen jól kihasználhatók, nincs benne semmi sallang, nincs benne ugyanaz a szín 8 árnyalatban, nincs benne túl hasonló, és akkor így ezeket viszont tényleg ki szoktam használni, az összeset. A másik, ami érdekesség benne, hogy bár ilyen hirtelen ránézel, és azt gondolod, hogy úristen, hát ez nagyon színes, papagájos, ez nekem nem kell, ezt én úgyse tudnám kihasználni, ehhez képest nagyon jól összepasszolnak, és nagyon jó sminkeket lehet vele készíteni, akár egyszerűbbeket, akár bonyolultabbakat, és igaz, hogy a sárgától a liláig és a zölden át minden van benne, mégis jól tényleg harmonizálnak. Jó, azért nem is naturális sminkekre való, ezt is be kell, hogy lássuk, de majd mindjárt mutatok nektek variációkat. Legszebben egyébként készítenék vagy 4 sminket ezzel a palettával, nem tudom, hogy nektek unalmas lenne, de most először is mutatok egy swatchot. Tehát a színek, mint látjátok, vannak benne mattók, vannak benne fényesek, hát nyilván az a három fényes, ott a zöld, a türkiz, meg az a, nem is tudom milyen, kicsit ilyen pezsgős, rúzsaszínes, hát én nem tudom milyen szín. Na mindegy, azok a legcsalogatóbbak, de egyébként érdekes, hogy például ezt a barnát, ezt nagyon sokszor veszem elő, amiatt is, mert átlagosabb alkalmi sminkekhez is, ez a meleg barna árnyalat, az annyira jó pont, annyira jó árnyalat, hogy ez nagyon kihasználható. Van egy csomó barnám, csomó palettában, mert nyilván abból van a legtöbb, de valahogy ehhez akkor is időről időre visszatérek, csak ehhez a barnához, mert annyira jó barna tényleg. A másik ugyanígy a lilánál, lila is van sok palettámban, de ennek pont van egy klasszikus, tök jó lila színe, hogy ehhez is sokszor nyúlok. Hát ezt a türkiszt már ne is említsük, meg hát ezek, na jó, tehát mindegy, látjátok ti is, lényeg az, hogy imádom, imádom. Egyébként, ha már itt tartunk, azt is megemlítem, hogy a Catherine Earle-nek van ez a Velveti Foundation-je, Velveti alapozója,
ami szintén felrébb merült nálam, valahogy nem használom, és nem emlegetem elég sokszor, pedig imádom, és nagyon olcsó, és most is azt viselem. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy legközelebb hozok erről is egy ilyen kis bemutatót, kis swatchot a színekről, meg úgy általában, hogy hogyan működik, hogy néz ki felkelme, mert ez is egy nem eléggé méltányolt alapozó szerintem, mint ahogy ezt a palottát is már nagyon a sufniba dugtuk valamilyen mostanában, de most örülök, hogy előszedtük. Na, akkor kezdjük a sminket, és akkor ahogy mondtam, a két sminket teljesen másképp fogom elkészíteni, és mind a kettőt végigcsinálom, hogy követhető legyen egyesével. Személy alapnak mind a két helyre az Urban Decay Primer Potion-ját fogom rakni, de először most csak az egyikre rakom fel, mert hogyha végigcsinálok a teljes sminket ezen, és annyit várok, hogy száradjon, akkor esetleg veszhet a hatékonyságából, tehát azért nem akarom, hogy teljesen megszáradjon, mire odaérek, úgyhogy most csak az egyik szememre rakom fel, és akkor kezdhetjük is. Először is a Turbos Tmall Small Blending Brush-ra, ezzel a lilával indítok. Ez egy ilyen Halo Eye-szerű smink lesz. Itt a lilát a mélyítőben végigviszem, elejétől a végéig. És itt az elejébe is. Meg a végébe is. Amikor már alig van az ecsetem, akkor egy kicsit följebb is eldolgozgatom. Meg viszek le egy kicsit körbe is alulra. Itt el, középre itt se, meg itt is. Ott hagyok ki egy picike helyet a csücsökben, de csak a csücsökben. Tehát a szemzugban is a lila lesz igazából, csak ott a szemzug legeslegelejében hagytam ki helyet. De láttátok, milyen könnyen satírozható, gyönyörűen pigmentált, tényleg. És lehullás semmi nem volt. Meg ez a lila, hát ez valami fantasztikusan szép szín szerintem. Középen hagyok ki lyukat, de azért egy picit így eldolgozgatom. Tényleg eszméletlen jó színe van szerintem, és az az igazság, hogyha valaki színes palettát keres, ilyen intenzív színeket, akkor ez például egy fantasztikusan jó választás. Vannak nagyobb paletták nála, amik sokkal kevésbé kihasználhatóak tényleg, és sokkal kevésbé jók, mint ez. Egyébként hatalmasak benne a fistégelyek is, nem tudom, azt figyelitek-e. Tehát például James Charles ennek a nyomában nem érhet. Jó, nincs benne például klasszikus kék szín ebben, az tény. De akkor is szerintem sokkal jobban megír egy ilyen paletta, mint az. Na ide közben fölé viszek ebből a színből, hát ez nem is tudom milyen kis lazacos valami. Oda a peremére ráhordtam, leszedek az ecsetről, és akkor ennek is a peremét még följebb picit eldolgozgatom. Hagyok ki a szemöldök alatt, mint mindig, egy kis helyet világos színnek. Látjátok, hogy sehol nem érek hozzá a szemöldök, ez egy nagyon pici ki marad mindenhol, itt a belsejénél is. De eldolgozgatom azért a szemöldök felé, csak nem érek össze vele. Kicsit alulra is. Ez egy ilyen érdekes szín amúgy, se nem piros, se nem rózsaszín, se nem korall, ilyen mindenféle ötvözet. Itt egy kicsit most már összekötöm, hogy összefüstösítsem. Picit ilyenkor még rá szoktam visszaerősíteni arra a lilára. És aztán ezt, hogyha elfogyott az ecsetről, ugye először itt a mélyítőben viszem, mert itt akarom, hogy a legsötétebb legyen. És ha elfogyott az ecsetről, akkor viszek fölfele abba a másik színbe egy kicsit, hogy szépen összedolgozzam. De nem akarom, hogy eltűnjön a felső szín is, úgyhogy csak óvatosan. Ilyenkor meg szoktam nézni egyébként így szembe tartva a tükröt magammal, hogy a lila biztos, hogy nyitott szemmel is jól látható-e, és nyitott szemmel is csinálok egy pár ilyet. Oké, szuper. Most a Turbos Tmall Liner Brush-sal, tehát egy jó kis vékony hegyes ecsettel, és az Emona Corrector palettájával fogok
egy mintát rajzolni. Utána a korrektor, a Cetaturuszti már korrektor, concealer brush, pedig kitöltöm. Leszedem az ecsetről a felesleget, és a széleit eltapogatom. Így. A közepére a turbaszínál short shader brush-ra, a Petit Sam Hyaluronic ecsettel, felviszek ebből a citromsárgából. Óvatosan, hogy ne tűnjön el a vonal, nem aszatoljam szét. Így középen. Hagyok ki itt lyukat a korrektoros részen, mert oda még egy színbe fogok rakni a lila meg a sárga közé. Ilyenkor fontos, hogy a korrektoron csak tapogass, ne nagyon húzigáld a port, hogy a korrektor ne kavarodjon össze a porra. Ne szedd fel ugye a korrektor, csak tapogass bele az anyagot, és akkor ez egyébként fixálja is a krémet. Picit eldolgozgatom, de nem viszem teljesen el a liláig ezt a sárgát. És egy nagyobb ecsettel a Turbosztinál eyeshader rá, nagyobb szemhéjárnyalóval. A narancssárgából is rakok bele. Megpróbálok ebben a két sminkben azért a lehető legtöbb színt alkalmazni. Így, és akkor ezt is a lillára rá tapogatom. Egy kicsit olyan naplementés hatása lesz így. A másik oldalra is hozok egy kis narancsot. Jaj, hogy látjátok ti. Így. Néha nehéz úgy sminkelni, hogy a videóban is látszódjon, meg én is lássam. Bevallom őszintén. Jó, most a sárga egy nagyon picit eltűnt, arra mindjárt visszaerősítek. Jó, vissza a sárga. Ez ez. Rakok vissza a Turbosztimát Small Blending Brush-sal még egy picit ide, a lilából. Javatosan, alulra is. Jó, és akkor még ugye kéne itt középre valami, illetve ide előre. Előre a szemzugba még a csücsökbe rakok egy picit a short shaderrel ide a sárgából. Így. Ide alulra pedig a narancssárgából. Ott már az ecset élére vettem fel az anyagot. Kicsit megint összedolgozom a lilával itt a széleket. Aztán feldobjuk az Evanának, van egy ilyen face és body pigmentje, ez a kettes, ami aranyos színű. Ezzel kicsit feldobjuk a szemöldök alatt. Ez annyira gyönyörű. Megrakok erre a sárgára is itt a szemzúgban. Erről is dolgozom. Így. És eldolgozzuk. Annyira nem látható.
Hát meg egy picikét feldobom a liner brush-sal, és az Elvan a Liquid eyeshadow-jával, ez ilyen liquid glitteres eyeshadow, méghozzá a 04-es, ebből kirakok egy picit ide a kezemre. Ez egy ilyen, nem is tudom, pezsgős szín, picikét rózsaszínes talán, vagy valami. Ezzel felszedek, vagy innen felszedek az ecsetre, és a liner ecsetet, ugye jó hegyesre berendezve, tudom mennyire látszik, szépen az élével, szépen a hegyével, odahúzok egy pici csíkocskát. Én úgy terveztem, hogy itt belül egy kicsit vastagabb, aztán elvékonyodik kívülre. Így. Én ilyenkor a biztonság kedvéért csukott szemmel egyet-kettőt így rá szoktam legyezni, hogy nehogy véletlenül is máshova kenő ütjön, vagy elmásszon, de elméletre utána már nem mászik a sehova. Ezután felőre rakok egy kis filces tust. Oldalt. Ez az oldal elkészült, írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszik nektek. Ez egy ilyen naplementés, lilás, narancsos, sárgás volt. Így is, ami kimaradt még, ugye a türkizek, meg a zöld, meg az a barna ott. meg az a barna ott. Na most akkor nézzük meg azokat is. Fontos, kitisztítottam az ecseteket, méghozzá a DMS ecsettisztító folyadékkal. Ezt ugye azért is jó használni, mert sminkelés közben is, hogyha újra akarod ugyanazt az ecsetet használni, nem kell megváradni, hogy száradjon, ha mondjuk elvizet csap alá kimosni, ugye akkor nem tudod azonnal használni. Viszont ezt egy kis papírtörlőre rárakod az ecsetet, ráfújod, kitörzsölgeted, és utána már lehet is újra használni, hiszen szárazak. Nagyon fontos, hogy ugyanazzal az ecsettel más színbe sose nyúj, mert akkor nagyon koszos lesz az egész. Úgyhogy tiszta ecseteket hoztam, és kezdhetjük a másik oldalamat. Először is a körülöttem a short shader-t fogom a kezembe venni. Ez az oldalam lesz egy kicsit klasszikusabb, úgy a folyamata is. És ezt a színt fogom a szemzugba, meg a szemöldök alá rakni. Csak ezt a palettát szerettem volna használni. Azért is mindenképpen ezt is, nem mondjuk egy fehéret vagy más színt rakok ide, de ez jó is lesz szerintem az én koncepciómban. Maximum, hogyha akarom picit még élénkíteni, világosítani, akkor rakunk rá egy kis sejánport, mégis akkor ragyogóbb lesz. Mert ugye ide a szemöldök alá, meg ide a szemzugba szeretek valami ragyogást adni, viszont ez kicsit sötét ahhoz, de van fénye, és hát gyönyörű a színe, meg hát most mindenféle színt meg szeretnék nektek mutatni ebből a palettából, úgyhogy szerintem ez jó lesz ide kezdésnek. Kicsit a szemzugnál tovább hozom, de aztán mindjárt át is csapunk majd itt mentába, türkizbe, egész pontosan. Jó. Következő színnek a tudva színe a blending brush-sal, tehát a nagyobb satírozó ecsettel
hozhatunk egy ilyen kis narancsosat. Ezzel óvatosan, mert nem akarom most túl narancsosra, a másik oldalon már elsütöttük a naplementit, ezt a barna átmenetének akarom használni. Szóval nem sokat hoztam, csak így finoman, lazán. Nem annyira akarom túlzásba vinni. Ezt azért is hangsúlyozom, mert ez a szín ennél sokkal-sokkal erősebb tud lenni, de én most csak keveset raktam ide, és ezt dolgozom azzal a másikkal, amit már az előtt felvittem. És akkor most már jöhet a Small Blending Brush-val, a kisebb satírozóval. Ez is Turbo Stimmel, saját márkás, a barna. Ezt ide szépen a mélyítőbe is visszük. De fura, hogy a másik oldalon meg egy totál más smink. Csináltam már ilyet, de mindig fura. Jó, jöhet még egy picike. Eszméletlenül imádom ezt a barnát. Ez nem egy egyszerű barna, ennek gyönyörű szép színe van tényleg. Meleg. Legjobban az ilyen meleg barnákat szeretem szemben egyébként. Nagyon szép. Ugye? Jó, ott is ezek a lóra is. Körbe. Most én ebből a szögből úgy látom, hogyha kicsit elkülönülne még ott fölül az a nem is tudom milyen az a cím. Úgyhogy ezért még oda egy picit viszek és lejjebb hozom. Jobban rá a narancsra. Így, aha. Most már kevésbé érzem elkülönülni. Hát nem tudom videón milyen ebből vissza. De ezért csináltam. Jó, ha ezzel meg vagyok, itt is egy kicsit besatíroztam, jöhet is a türkíz. A kedvencem! Ezt ide középre. Ezt látjátok, önmagában is milyen intenzív. Középen akarom, hogy a legintenzívebb legyen, ezért itt nyomkodtam le. És szedek is lázecsetről egy kicsit, és elsatírozgatom még itt a peremeket. Rátapogatok arra a másikra. Fölülre is kicsit elsatírozgatom. Rátapogatok itt a barnára. Egyébként gyönyörű lesz itt a barna, meg a türkiz összekeverve is. Azért, hogy tényleg a türkíz érvényesüljön, még egy picit hozok, és még egy picit csak ide. Látjátok? Ki fölélénkült. Csak oda rakok még egy picit. Nagyon krémes, és semmi lepotyogás nincs, itt se volt semmi. Az ugye nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. Azt nem minden paletta tudja. Ó, gyönyörű. Nekem egyébként ezt tetszik szóval talán a jobban, de majd ti megmondjátok, hozok még ebből az első színből egy nagyon picit. Majd ti megmondjátok, melyik lett a jobb. Úgy egy picit ráhordtam. És a barnából is hozok vissza megint a Turbo Stimmel Small Blending Brush-ral. Ezzel a barnával. Örülök, hogy megcsináltam két sminket egyszerre, mert így látszik jobban, hogy mennyire más világ a kettő, és mennyire sok mindent lehet ebből a palettából kihozni, és akkor még nem is hoztam ki sok mindent, mert lehetne olyat is, ahol igazán a zöldes színek dominálnak, a türkiz meg a zöld, ugye háromféle variáció is van ilyen zöldes türkizesre, meg lehetne egy olyat is, ahol igazán a narancs meg a citrom dominál, nem a lila. Sőt, egy lila rózsaszín sminket is lehetne, úristen, sárga zöldet is lehetne, mert nagyon sok minden. Ez itt, ami elő van, itt például most nem érvényesül annyira, mert itt a türkizre mentem rá, de ha az van középen, úristen, az is milyen szép lehetne. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy ezt a palettát nehéz is így bemutatni, mert
Annyira sok a lehetőség benne. És most éppen én melyikeket választottam. Na, hát egy pici sejemport dobhatunk oda is még talán, hiszen a másik oldalon is volt. Ez a videó most ilyen elfeledett termékek videója, van nekem egy ilyen Mio Sprinkle Pure Pigment is, amit én nagyon szeretek, de ezt sem használtam 100 000 éve. Ezt, ha így mutatom, talán nem szorodik az egész, és látjátok is. Nagyon szép, de mindjárt megmutatom, hogy milyen felkemben. Ez hasonlít ahhoz a színhez, ami ebben a palettában van. Tudom, szíme a Short Shader Brush-sal belenyúlok, egy picit lepöcögtetem, és már mehet is. Hova van meg, melyik oldal? Ide. Én is ezt is így ráhúzgálom. Meg a szemzugba is, de egyébként mutatok már egy swatchot kézen, mert most hasonlít a paletta színéhez. Látszik így? Nem tudom, hogy visszaadja, de ez így néz ki. Na mindegy. Szép, higgyétek el, kész. Ennyi. Na és akkor még a szemzugba. Kicsit. Jó. Meg egy olyan highlightert, ami mind a kettő színvilághoz és sminkhez megy. Az ilyen highlighter nekem egyébként a Catherine Early triójából, ez a szín szokott lenni, amikor gondolkodni se kell, ez úgy is megy mindenhez, ez ilyen köztes szín. Semmit se üt. Egy Universe Brush-sal, Turbo Stima Universe Brush-sal rakok fel egy kicsit ide. Meg a másik oldalra is, és mind a kettő biztos, hogy menni fog. Ezzel sem lesz probléma. Rúzsnak pedig a legkedvencebbem, ez van a Velvet rúzsából, a 404-es. Ezt azért szeretem nagyon-nagyon, mert ez se nem barna, se nem rózsaszín. Nódos, de mindenhez megy körülbelül. Tényleg. Ezekhez is tökéletes lesz. Tetszik jobban a türkizet, vagy a lilás? Na, melyik a jobb? Egyébként én most nehezen tudom eldönteni, mert nekem mind a kettő nagyon tetszik. Talán egyébként a türkizesre szavaznék, bár a lilában meg nekem nagyon tetszik ott ez a kis liquid liner. Na jó, mindegy, írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik tetszik a legjobban, illetve hogy mi a véleményetek erről a palettáról, hogy tetszik. Ez volt tehát a Julia's Place Zulu palettája. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem. Iratkozzatok fel csatornámra, és lájkoljátok, kérlek ezt a videót. Köszönöm szépen. Sziasztok!